És akkor, ahogyan jeleztem, ugye szünetet nem tartunk, ahogyan jeleztem, búcsút mondtunk a Bibliának, és innentől kezdve azt a töredékes Melchizedek képet, ami az Ó és az Új Szövetségből rajzolódott ki, megpróbáljuk más forrásokból kiegészíteni. És mindjárt ellent is mondtam önmagamnak, ugyanis az első írás, amit bemutatnék, az egy olyan írás, amit én éppen, hogy nem tartok forrásértékűnek. Azért hoztam el mégis, sokat töprengtem rajta, azért hoztam el mégis, mert viszont tökéletesen rámutat a mi korunk egyik jellegzetes és rendkívül veszélyes betegség tünetére. És ez a bizonyos írás, ez az úgynevezett Urántia könyv, és akkor mindjárt hadd kezdjem egy idézettel, nem a könyvből származik az idézet, és megfogaték a fenevad, és ővele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét. Jelenések könyve, 19. fejezet, 20. verse, és majd talán ki fog az is derülni, hogy miért hoztam ide ezt az idézetet. Nos, az Urántia könyv méltatói szerint szellemi bölcseleti írás, amely Istennel, vallással, tudománnyal, történelemmel, a dolgok és a lények beteljesülésével foglalkozik. A szerzője ismeretlen, és figyeljenek majd, jól, de nem kell megjegyezni. Tehát a szerzője ismeretlen, először, egy nagy intervallum jön, 1924 és 1955 között tűnt föl Chicagóban, jól kezdődik, angol nyelven. Az Urántia szót a szerzők a földbolygó megnevezésére használják. A könyv előszóból és 196 írásból áll, amelyeket 4 fejezetre osztottak. Ezek a fejezetek a következők. A központi világegyetem és a felsőbb világegyetemek. Második fejezet a helyi világegyetem. Harmadik fejezet az Urántia története, és negyedik pedig Jézus élete és tanításai. A szerzők szerint az Urántia, mármint a földbolygó történetében nagyon sok kinyilatkoztatás történt, ezek között azonban csak 5 volt korszakos jelentőségű, és akkor most megint számok jönnek, és tessék jól figyelni, érdekes lesz. Tehát az első kinyilatkoztatás az nagyjából 500 000 évvel ezelőtt történt, ez volt az úgynevezett dalamátiai kinyilatkoztatás. Ezt követte az édeni tanítás, 1934 előtt 37.848 évvel. Majd következett a szálemi Melchizedek kinyilatkoztatása Jézus születése előtt 1973 évvel, és persze az Urántia könyv megadja Jézus pontos születési dátumát is, amely a Julianus naptár szerint időszámításunk előtt 7. augusztus 21. vasárnap volt. Ezután következett a názáreti Jézus tanítása 2000 évvel ezelőttől kezdődően, majd az Urántia írások Krisztus utáni 20. század második felétől. Az Urántia könyv rengeteg jelképet tárgyal, ezek között egyik legfontosabbnak a 3 koncentrikus kört tartja, amely szerintem Melchizedeknek is a jelvénye volt. Nem tudom, hogy észrevették-e, hogy az elején azt mondtam, hogy a szerző ismeretlen, most pedig állandóan a szerzőkről beszélek. Hát, hogyha valaki fölüti a könyvet és elkezdi olvasni, akkor nagyon hamar kiderül a számára, hogy ezt a könyvet tulajdonképpen más univerzumok rendkívül magasrendű lényei diktálták médiumokon keresztül. Nem tudom, találkoztak-e már ilyen könyvvel, valamelyik könyvesbolt ezotérikus polcán, mondjuk a Seth könyvekkel, vagy az Anasztázia könyvekkel. Ugye igen. Ami nagyon meglepő, de tulajdonképpen nem az, hogy igen kevés bírálat érte az Urántia könyvet. Most vajon miért? Azért, mert bármilyen bíráló megjegyzésre mi a válasz? Hát neked, te barátoskám, tanultad, olvastad, hallottad, amit mondasz, nekem pedig közvetlenül odaföntről jött le. És ezzel el van intézve, de erre már nem lehet más érvet felhozni. Egyébként nem haszontalanul olvasmány az Urántia könyv, mert azért nagyon sok önjelölt profétáról, megvilágosultról, mesterről kiderül, hogy nem jött neki semmi se le, csak azt gondolja, hogy ő olvasta a könyvet, mi meg nem olvastuk. Én minden esetre találkoztam nem egy ilyennel, legutóbb néhány héttel ezelőtt a gázszerelővel. Az egész könyvnek a hangvétele és egy könyvvizsgáló jelentést meghazudtoló részletezettsége
azt a benyomást kelti a gyanútlan, és mindjárt hozzáteszem, kellőképpen átmosott agyú olvasóban, hogy ilyen dolgokat tényleg csak egészen magas rendű lények tudhatnak, és ezzel hirtelen hitelesnek érzik az egész könyvet. Hogy néhány példát mondjak, és néhány mondatot szeretnék idézni belőle, nem fogunk vele túl sokat foglalkozni, mindegyik idézet Melkizedekkel kapcsolatos. Egészen döbbenetes. Azt mondja, a Melkizedekeket, Melkizedekekről van szó, széles körben ismerik vészhelyzeti fiakként, mert a helyi világegyetemi világokon meglepően sokféle tevékenységet végeznek. Amikor valamilyen rendkívüli probléma adódik, vagy amikor valamilyen szokatlan dolog véghezvitelére kell kísérletet tenni, nagyon gyakran egy Melkizedek fogadja el a megbízást. Most ugrok egyet. Azt mondja, 1973 évvel Jézus születése előtt kapták meg az urántiai emberfajták Machiaventát. Hát ez ugyanaz, mint Melkizedek. Az érkezése nem keltett feltűnést, az anyagivá lényegülésének nem volt emberi szemtanúja. Őt hallandó ember először azon a nagy jelentőségű napon látta meg, amikor belépett Amdon a sumér származású kált pásztor sátrába. És a küldetésének bejelentése abból az egyszerű kijelentésből állt, melyet a pásztornak tett. Melkizedek vagyok, El-Elyonnak, a fenségesnek, az egyetlen Istennek papja. Személyes kinézetét tekintve a Melkizedek hasonlított az akkori kevert fajú Notfi és Sumér népek embereire, mindegy 180 cm magas és tiszteletet parancsoló megjelenésű volt, beszélt káldul és még 6 másik nyelven. Röviddel Szodoma és Gomorra pusztulása után történt, hogy Machiaventa úgy döntött, hogy befejezi az urántiai vészhelyzeti alászállását. Számos körülmény befolyásolta a Melkizedek azon döntését, hogy véget vet a húsvértesben való ittlétének. Ennek megfelelően Machiaventa egy éjjel visszavonult szálemi sátrába, jó éjszakát kívánt emberi társainak, és amikor azok reggel felébredtek, ő már nem volt ott, mert a társai elvitték. Hát azt hiszem, hogy ennyi elég is, mert a végén még megtudjuk azt is, hogy hányas inget és milyen márkai karórát viselt Melkizedek. És akkor nézzük a következő forrás, amit idehoztam, egy tanulmánykötet, amelynek a címe The Melkizedek and Priesthood, vagyis a Melkizedek papság. Nem nagy képviségből mondtam angolul a címet, hanem azért, mert ez a könyv, illetve ez a tanulmány csak angol nyelven jelent meg, semmilyen más nyelven nem fordították le, kiadni nem adták ki, könyvesboltokban nem kapható, összesen egyetlen egy könyvtárban lelhető föl még néhány példány, mert szép apránként ellopkodják a példányokat, én visszavittem, amit én kivettem, tehát én nem érhet ilyen vád. A könyv szerzője Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora. Ő 1988-ban Edinburgh-ban szerezte meg a Master of Theology fokozatot, akkor még ilyenre nem volt lehetőség a magyarországi teológiákon, és ehhez írt kisdoktori értekezése tulajdonképpen ez a tanulmány. Elképesztő mennyiségű forrás dolgoz föl benne. Körülbelül 80-90 oldalnyi terjedelmű ez az írás, és hatalmas nagy forrás ismeret. Hát tulajdonképpen ezeknél a dolgozatoknál, tehát a kisdoktori értekezéseknél ez a követelmény, a megfelelő forrás ismeret. Hát ez bőségesen megvan benne. Amikor én elolvastam, akkor a legfontosabb dolog, amit leszűrtem belőle számomra az volt, hogy az elmúlt 2000 évben semmiféle konszenzus nem alakult ki a kutatók között Melkizedek ügyben. És amikor az ember olvassa ezeket az írásokat, akkor az az érzés, hogy itt egy hatalmas nagy vitafórumot nyitottak. És tulajdonképpen döbbenetes, néha az ember dühöng, néha nevet azon, hogy milyen orcátlan módon bűvészkednek nevekkel, évszámokkal, helyszínekkel, valós vagy vélt hagyományokkal a szerzők. És mik a legfontosabb vitatémák? Hát nem fogják elhinni. Az egyes számú vitatéma az, hogy kik, mikor és milyen célból szúrták be a Teremtés könyvébe a Melkizedekre vonatkozó passzusokat. Most nem tudom, hogy föltűnt-e ennek az abszurditása. Hát ezt azok mondják, akik folyamatosan azt tanítják nekünk, azt hirdetik a szószékről, hogy az Biblia az első szótól az utolsóig azonos ihletettségű, közvetlenül Istentől sugalmazott szent írás. És közben azon vitatkoznak, hogy ezt, azt meg amazt a passzust kik, mikor és milyen aljas szándékból szúrták bele. Hát akkor hogy lehet azonos ihletettségű szentírás minden egyes szava? Abszurdum. Aztán a második vitatéma. Milyen az Ószövetségen kívüli forrásai lehettek a zsidó levél szerzőjének?
Érdekes, hogy már 2000 évvel ezelőtt se szívesen említették Pál apostolnak a nevét, bár szerintem már készültek a kánonból való kiebrudalására. Aztán a következő, ember volt-e, vagy földön túli lény Melkizedek? Hát erről azért voltak kénytelenek egy külön fórumot nyitni, mert a már említett alexandriai Filonnál Melkizedek és a Logosz, vagyis Isten igéje, nagyon sokszor szinonímaként szerepel. És aztán ott van ez a fránya Szálem, vagy Szolima név. Hát egyes kutatók, azok nagy előszeretettel hivatkoznak rá, mások inkább leharapnák a nyelvüket, mint sem úgy hivatkozzanak. A Krisztus utáni első században élt zsidó történetíróra és hadvezére Josephus Fláviusra, aki szerint Melkizedek a kánaániták vezére volt, az első templom építője, Jeruzsálem névadója, és Fláviusnál Szolima annyi, mint Sojma. Egészen döbbenetes a rabbinikus íróknak az az erőfeszítése, hogy megmagyarázzák valahogy a Melkizedeknek Ábrahámmal szembeni felsőbbségét. Na most nem fogják elhinni, hogy hogyan érvelnek. Azt mondják, hogy Melkizedek tulajdonképpen Sém másik neve, vagyis Melkizedek azonos Sémmel. Miklós vagy János barátom a múltkor azt mondta nekem, hogy ő ezt a budapesti főrabbinál olvasta. Tehát úgy látszik, hogy ez a vélekedés ez még ma is erősen tartja magát, de hát mire másra hivatkozzanak. És hogyha ez így van már, mint hogy Melkizedek azonos Sémmel, akkor Ábrahám nem egy idegen uralkodó, hanem az egyik őse iránti tiszteletét fejezte ki azzal, hogy tizedet fizetett neki. Eközben persze a korai keresztény írók sem tétlenkedtek, ők meg azt a tényt lovagolják meg, hogy ha Ábrahám volt az első körülmetélt, akkor Melkizedek nem lehetett az. Vagyis Melkizedek a nem körülmetéltek papja. És mivel őt a magasságos Isten szentelte pappá, ezért fölötte áll az emberek által pappá szentelt lévita papoknak, végső következtetés a nem körülmetéltek fölötte állnak a körülmetélteknek. És aztán van egy igen-igen értékes forrás, amit tárgyal Balla Péternek a tanulmánya, ez pedig a Pistis Sophia. Ez egy 1773-ban előkerült gnosztikus írás, és az Melkizedekkel kapcsolatban a különleges érdekessége az, hogy úgy szerepel benne Melkizedek, mint aki megkapta a fényt, de az is lehet, hogy a fényhozó, de az is lehet, hogy maga a fény. Ugyanis, ahogy a szerző írja, nincs megegyezés a ógörög írásokban is csak ritkán előforduló paralemtor szó pontos jelentését illetően. Nekünk pedig azért érdekes ez a Melkizedekre vonatkozó rész, mert ismerjük a kelet felé történő térítőknek a beszámolóit, akik arról számolnak be, hogy Mánit rendszeresen Buddhával azonosítják. De Máni ugye a Krisztus utáni 3. században élt, és a szkíta kereszténység egyik oldalágának, a manikeizmusnak a megalapítója volt. Tehát Buddhaként tisztelték, és hol a fény Buddhája, hol pedig a hatalmas fény tökéletes tudású küldötte néven emlegették. És akkor most következik két töredék. Az első az úgynevezett Nag Hammadi könyvtár. Nem tudom, képet, nem volt itt kép, igen. A Nag Hammadi könyvtár. Ez egy késő ókori gnosztikus leletegyüttes, amely 1945-ben került elő a dél-egyiptomi Nag Hammadi ókori görög nevén Kénobaszkion romjai közül, közelében, nem messze Luxortól, tehát itt nem voltak romok, és nem szervezett ásatás során, mert a földművelők bukkantak rá, amikor jobb termőföldet kerestek. A maga lelet az 1946-ban tűnt fel Kairóba, és aztán hosszas alkotozás során került a végső helyére a kairói Kopt Múzeumba. Ugye mondtam, hogy gnosztikus leletegyüttesről van szó, és akkor egy pár szót hadd mondjak a gnoszticizmusról. Ugye az alapszó az a gnózis, görögül tudást jelent, és a gnosztikusok abból a vélekedésből indultak ki, hogy létezik tökéletes tudás, az megszerezhető, és ezért törekedni kell az elérésére. A gnoszticizmus Krisztus utáni 2. században jelent meg Alexandriában, és nagyon hamar háttérbe szorult, ugyanis
túlságosan bonyolult, túlságosan mély szellemiségű tanok voltak ezek, és nem tudtak versenytársai lenni a sokkal könnyebben befogadható páli kereszténységnek. Úgyhogy már a második században kiszorultak Alexandriából, de délebbre még megmaradtak a közösségeik, ezt igazolják a Nag Hammadi leletek is, amelyek ugye, mint mondtam, a Krisztus utáni 4. századból származnak. Na most, hogyha ennyit mond el azt mondják a tudósok, hogy az a tény, hogy már a 4. században el kellett nekik ezt dél-egyiptomi ásni, azt jelzi, hogy már akkor ott sem érezték magukat biztonságban. Na most, hogyha egy iskolás gyerek bárhol a világon ennyit elmond a gnoszticizmusra, akkor már is beírják a neve mellé a jeles osztályzatot, kivéve a magyar gyereket, mert egy magyar gyereknek egy képzeletbeli, de reményeink szerint nem sokára valóságban is létező magyar iskolában, még ez csak talán a közepesre elég, ugyanis neki tudnia kell azt, hogy a gnoszticizmus nem tűnt el. És honnan kell tudnia? A Nag Hammadi leletek elásása után kereken 1000 esztendővel épült veleméri templomból, amely a gnosztikus vallásosság, a gnosztikus kereszténységnek a szentélye, ahol a fő vonulat végig a manikeizmus, csak nálunk azt nem manikeizmusnak hívták, hanem szkíta népi nemzeti szertartásrendnek. Pontosan úgy, ahogyan első András király tiltó rendelkezése latin nyelven bekerült a Corpus Jurisba, scitico gentiliet etnico ritu. A Nag Hammadi leletek, ugye, tehát gnosztikus iratok összesen 51 könyvet találtak. Ezeknek egy része a cím nélküli, például a Pál apostol imája az egyes számú kódex külső borítójára feljegyezve maradt fenn. Az evangéliumok, apokalipszisek, levelek, filozófiai értekezéseknek a nyelve, az a kopt nyelvnek a szaidi dialektusa, és vannak köztük, a gnosztikus írások között vannak hermetikus iratok is, ami azért nem meglepő, mert a hermetizmus, mint a amely ugye azt jelenti, hogy csak a beavatottak számára hozzáférhető titkos tudás, tehát nem áll olyan nagyon messze a gnoszticizmustól. A Melkizedek név a 9-es számú kódexben fordul elő. Ez a kódex egyébként így néztek ki ennek a kódexnek, ez még egy viszonylag jó állapotban megmaradt lapja. De éppen a 9-es számú kódex az olyan mértékben töredezett és hiányos, hogy megbízható összefüggő szöveget nemigen lehet belőle előállítani. Minden esetre Melkizedek háromszor szerepel ebben a 9-es számú kódexben, úgy, mint a legmagasabb Isten főpapja. Egy helyütt az a kettő, aki kiválasztatott kezdeti szövegben a kódex Jézussal hasonlítja össze Melkizedeket, és egy másik helyen pedig Melkizedek úgy szerepel ebben a kódexben, mint a világosság erőinek a vezére, a sötétség erője ellen vívott égi harcban. Ez majd fogjuk látni, hogy hasonlóságot mutat a holtengeri tekercsek egyik passzusához. És akkor már is ott vagyunk a holtengeri tekercseknél. Ezeknek az első darabjait egy beduin kecskepásztor találta meg 1947-ben a Qumráni hegység egyik barlangjában. Bár ő aztán később azt állította, hogy már 2 éve korábban rábukkant, csak 2 évig a sátrában rejtegette az írásokat. Később beduin sírrablók és hivatásos régészek további barlangokat tártak fel, összesen 11-et. Ez a lelőhely madártávlatból így néz ki. A legjelentősebb leletnek a 4-es számú barlangból, ami pedig ez, előkerült úgynevezett Ézsaiás tekercset tartják, ami pergamen alapú és meglehetősen jó állapotban, vagy meglepően jó állapotban maradt fönn, és a hossza 7 méter 34 centiméter. Ám nem ez a leghosszabb tekercs, hanem a 11-es számú barlangból előkerült úgynevezett templom tekercs, amely onnan kapta a nevét, hogy a templom építésére vonatkozó utasításokat, előírásokat tartalmaz. Ennek a hossza több mint 8 méter. Így néznek ki egyes darabjai. Tehát a tekercset azért ne úgy képzeljük el, hogy azt tényleg csak így legöngyöljük, és 8 méter végig gyalogolunk és elolvassuk. A fölvágták. Meg föl is vágták, igazad van, de nem csak úgy. És akkor ezeket egyébként bekeretezve néha ki is állítják őket.
Na most a időközben előkerült több mint 900 tekercs, az már korán sem volt. Ja, még a templom tekercsről annyit, hogy tulajdonképpen az egész leletegyüttesnek a névadója, ugyanis az alapjául szolgáló borjúbor kikészítéséhez állítólag a holttenger vizét használták föl, innen a kumláni tekercsek másik elnevezése, holttengeri tekercsek. A időközben előkerült több mint 900 tekercs, többi darabja azért nem volt ennyire szerencsés. Ezeket ilyen kb. 60 centi magas keskeny agyag korsókban őrizték, amik fölül viasszal voltak lezárva, ez tette lehetővé, hogy ilyen sokáig viszonylag épségben maradjanak. De aztán ezek közül egy csomó összetört, összekeveredtek egymással, tehát nem csak, hogy darabjai estek a pergamen tekercsek, hanem sok még egymással is összekeveredett. Mivel a beduinok számára nem volt hasznosítható, egyes darabjait egyébként tüzelőnek használták annak idején, ezért először a palesztinai régészeti múzeumba került, és aztán az időközben a kifejezetten a tekercsek őrzésére szolgáló jeruzsálemi könyvszentélyébe. Azóta is itt őrzik, ide gondolom, hogy közünk senki se juthatna be, és tulajdonképpen itt folyik most már 70 éve a szkreblzés. Szóval rakosgatják össze a betűket, csak hát az a baj, aki ismeri a szkreblt, azt tudja, hogy ugyanazokból a betűkből elég sok értelmes szó kirakható. Én nem akarok semmire se célozgatni, csak azt mondom, hogy ez így van. Úgyhogy minden esetre kezeljük fenntartásokkal azokat a megfejtéseket, amik időről időre előkerülnek, és hát gondolom, hogy nem kell hozzá nagy fantázia, akiknek az érdekeit szolgálják ezek a megfejtések, olvasatok. És elhiszem. Igen. A tekercseket sorszámokkal látták el, azonosítókkal. Ez az első szám, az 1-től 11-ig terjedő szám, ez azt jelzi, hogy melyik barlangból került elő. Aztán jön egy Q betű, ez a Qumránra való utalás, majd pedig az azonos barlangból előkerült leleteknek az egyedi azonosítója, vagy pedig a tekercs tartalmára vonatkozó rövidítés. Az 1Q-abgen, ez a Genesis Apokryphon rövidítése, jelű tekercsbe egy helyen szerepel Melchizedek neve, úgy, mint messiás előkép. A 11Q13-as, vagy más néven 11Q Melk jelzési tekercs, ez az úgynevezett Melchizedek töredék. A leletek egyébként a keletkezési korukat a tudósok a Krisztus előtti második és a Krisztus utáni első század közé teszik. Ez a Melchizedek töredék héber nyelvű, mint általában nagy része is a tekercseknek, de vannak köztük görög, illetve arámi nyelvűek is. Szóval a Melchizedek töredék héber nyelvű és a keletkezési idejét a Krisztus előtti első századra teszik. Ennek a Melchizedek töredéknek az érdekessége az, hogy nem Mihály arkangyalt, hanem Melchizedeket nevezi meg a világosság erőinek a vezéreként az utolsó idő, a végső időkben a sötétség erői ellen vívott harcban. A Elohim név tucatszor szerepel ebben a töredékben, általában úgy, mint Izrael istenének a neve, de egy helyütt, ahol a töredék Ézsaiás könyve 52. részének 7. versét magyarázza, ahol a Szentírásban a következőt olvashatjuk, mi szépek a hegyen az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulás hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. A Melchizedek töredék itt Sionnal, az igazak fiainak a gyülekezetét azonosítja, a te Istenedet pedig Melchizedekkel, aki megszabadítja az igazakat Béliáltól, vagyis a sátántól. Egyébként ez a töredék, ez a világ végére vonatkozó apokaliptikus magyarázat, a Léviták könyve, tehát Mózes harmadik könyve, 52. nem is 52. hanem nem is tudom, hogy hanyadik fejezetének, 25. fejezetének úgynevezett jubilaumi évéhez. És akkor most engedjék meg, hogy egy rövid rész szó szerint idézek, ezt én voltam kénytelen angolból lefordítani, mert nem találtam meg ennek magyar fordítását.
Tehát szó szerint idézett, és a végső napon kihirdettetik, hogy a rabok szabadon bocsájtatnak. Ennek magyarázata, hogy a mennyország fiainak és Melkizedek örököseinek lesznek nyilvánítva. És Melkizedek visszavezeti őket, és szabadulást hirdet számukra minden bűnük alól. És az ítélet napja lesz a 10. jubileumi év vége, amikor a fény gyermekei és a Melkizedek rendjébe tartozók vezekelni fognak az emberiség bűneiért, és törvény fog gondoskodni a jutalmukról. Ez lesz az évnek az a pillanata, amikor Melkizedek felmagasztosul, és ő fog Isten szentjei felől ítélni, ahogyan megénekli az Dávid a 82. Zsoltárban, eképpen Elohim elfoglalja helyét a hatalmaságok tanácsában, az Istenek körében tart ítéletet, és Melkizedek fogja az isteni ítéletet végrehajtani, és kiragadja az igazakat Béliál karmaiból. Ennek az idézetnek az a különlegessége, hogy Melkizedeket Elohimmal azonosítja, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy tökéletes a zűrzavar. Az viszont biztos, hogy Melkizedekben egy olyan entitásról van szó, akit egyes források szinte Jézussal azonos szinten kezelnek, sőt, olyan forrás is létezik, amely Jézust és Melkizedeket ugyanaz az entitásnak tartja. Ehhez képest annál is inkább furcsa, hogy az Ószövetség mindösszesen 3 mondatot szentel neki, miközben Jézusnak minden egyes mondatához, minden egyes cselekedetéhez a Biblia magyarázók legalább egy ószövetségi hivatkozást csatolnak. És akkor most meg kell álljunk egy pillanatra, mert muszáj szót ejtenünk a leletek esetleges hamisításának a kérdéséről. Gondolom senkinek a számára sem újdonság az, hogy leleteket nem csak kiásni lehet, hanem elásni is, és aztán egy megfelelő időpontban kiásni őket. Ez nem egy ismeretlen, hogy is mondjam, csak fogás, hiszen nagyon sok zsarnok uralkodó élt vele, mondjuk Nagy Katalin cárné vagy Napóleon. Érdem, amikor hódítani megyünk, és vagy birodalmat körültazni, akkor nem csak hadsereget kell vinni, hanem ásót is kell vinni, meg régészt is kell vinni, meg leletet is kell vinni. És hogyha valami olyasmit dob ki a föld, ami értékes, akkor azt hazavisszük a családi kincstárba, ha pedig olyasmit, ami azt bizonyítja, hogy nekünk itt az égvilágon semmi keresni valónk nincs, akkor azt meg kell semmisíteni, elásni a hazait, és aztán egy alkalmas időpontba kiásni, és onnantól kezdve már mondhatjuk, hogy mi már akkor is itt voltunk, amikor ... Az igazi nagy szélhámosságokat akkor kell végrehajtani, amikor a világ egészen másra figyel. Mit gondolnak, hogy mikor zajlottak a úgynevezett székesfehérvári királysírok első módszeres feltárásai? Megmondom. 1848. decemberre és 1862 között. Ki figyelt ebben az időben arra, hogy mit ásnak ki és raknak társzekerekre, mondjuk Aquincumba, és aztán néhány nappal később rakják le őket Székesfehérvárot. A probléma az, hogy azóta se nagyon érdekle senkit. Pedig, hogyha valaki elolvassa Bradák Károly Fehérvár, Fehér Folt című kitűnő tanulmányát, ami biztos vagyok benne, hogy most is kapható itt a könyvesboltban, akkor az biztos nem fogja a gyerekét meg az unokáját elvinni Székesfehérvárra, hogy együtt csodálják meg Szent Királyaink koronázási és temetkezési jeljeit. És mi még arra se figyelünk, hogy egy ilyen septébe lezajlott leletcsere az hogy zajlik. Ott elkezdenek ásni, itt ásnak egy nagy üres gödröt, amit ott kiástak, dobálják be a gödör aljába. És mi lesz ennek a végeredménye? Az, hogy a legfrissebb leletek kerülnek legalulra, a legrégebbiek meg legfelülre. De hát ez minket nem érdekel. De mondok egy másik példát. A cseh Brezsik Hrozny, orientalista, régész, nyelvész. Mit gondolnak, mikor fejti meg kettős idézőjelet kérek, megfejti két oldalára. Szóval mikor fejti meg a hetita írást, és sorolja be rögtön az indogermán nyelvcsaládba. Az első világháború alatt. Első világháború alatt. Hát lángban áll a félvilág. Hát kit érdekel, ki figyel oda? És akkor ő még gondoskodik arról, hogy írjon néhány tanulmányt a kutatásainak az eredményéről, amit majd, amikor elmúlik a világégés, és úgy, ahogy konszolidálódik a helyzet, és a tudósok elkezdenek a saját szakmájuk iránt érdeklődni megint, és mondjuk elvetődnek a hetita romvárosokhoz, akkor ők már ezeket az írásokat, ezeket már mint a legfontosabb hivatkozásokat fogják majd beépíteni a saját műveikbe. És Hrozny még arról is gondoskodott, hogy ő azért pontosan tudta, hogy honnan kerülhetnek elő olyan leletek majd, amik esetleg alapjaiban cáfolják meg az ő állításait, azokat meg bagóért fölvásárolta még az első világháború alatt, és amikor a háború végezetével szépen neki ajándékozta a csehszlovák kormánynak. Hát így kell ezt csinálni.
Na most akkor mi a helyzet a Nag Hammadi-es leletekkel és a holtengeri tekercsekkel? Mikor találják meg őket? 1945-ben. Az előbbiek 1946-ban tűnnek föl Kairóban, a másik lelet együttes, a holtengeri tekercsek 47-ben kerülnek először ugye a palesztinai régészeti múzeumban. Hát romokban áll, itt most már a félvek, az egész világ. 1946. október 1-én fejeződik be a Nürnbergi per. És akkor közben beduin kecskepásztorok találnak egy pár agyak, korsót, meg összetört papírus, meg pergament darabokat. Hát nem érdekel senkit. Tehát én azt csak azt mondom, hogy kellő óvatossággal és kritikával kell kezelni az ilyen leleteket. És akkor most hátra lehet dőlni, mert azt hiszem, hogy időben is jól állunk, úgyhogy kezdődik az esti mese, már olyan értelemben, hogy úgy fogok mesélni, hogy innentől kezdve már összefüggő Melchizedek történeteket fognak hallani. Összesen 3 könyvből fogok idézni. Az első a Törzsek származásáról, vagy a Kincses barlang címet viseli. Ez a szír irodalomnak világirodalmi szinten is jelentős alkotása, amely arab és szír nyelven maradt fönn. Értelemszerűen a két változat között alapvető dogmatikai kérdésekben jelentős eltérések vannak. A szír változatot Ormos István fordította magyarra, szerintem könyvesboltban nem, de antikváriumokban, illetve könyvtárakban fellelhetők, érdemes elolvasni, mert végre egy olyan szentírás kapunk kézbe, amit elejétől végig tudunk olvasni, mert rövid tulajdonképpen. A könyv szerzőként Szent Efrémet jelöli meg, de Szent Efrém Krisztus utáni 4. században élt diakónus, teológus, költő, író, a szír ortodox egyháznak a legkimagaslóbb szónoka és zsoltár írója volt. A szerzőséget természetesen vitatják, de minket ez most nem érdekel. A könyv a teremtéssel indul, és Jézus feltámadásával ér véget, és mi most a bűnbeesésnél kapcsolódunk be a történetbe. Mielőtt az Úr kiűzi Ádámot és Évát a paradicsomból, ígéretet tesz Ádámnak, hogy ahogy a nő fogalmaz, az átkok földjén töltött idő nem fog örökké tartani, mert amikor ezek az idők beteljesülnek, akkor elküldi a fiát, aki egy szűzben fog lakozni, aztán testet ölt és benne és általa megváltás lesz Ádám és utódainak a része. És most idézem a szó szerint az Úr szavait. Parancsold meg fiadnak, mondja az Úr, hogy halálod után balzsamozzák be holttestedet mirhával, fahéjjal és kassziával, s fektessék abba a barlangba, amelyben a mai naptól parancsomra lakni fogtok, egészen addig, míg a paradicsom környékéről el nem távoztok a külső földre. Az pedig, aki abban az időben még életben lesz, vegye magához holttestedet, vigye el és helyezze el majd azon a helyen, amelyet mutatok neki, azaz a föld közepén, mert ott lesz neked és fiaidnak része a megváltásban. A történet ezután szabályszerűen folytatódik Ádám utódaival, Káin testvérgyilkosságával, előzetésével, szétszületésével és az ő nemzedékének a utódainak a történetével, akik tisztaságban, erkölcsben, istenfélelemben élnek nemzedékeken keresztül, közel a paradicsomhoz. És minden nemzedék fő halála előtt az utódjára hagyja Isten Ádámnak tett ígéretét, és megesketi, hogy továbbra is istenfélelemben és erkölcsben fognak élni. De aztán Sém nemzetségében is bekövetkezik az erkölcsök hanyatlása, szépen egyenként szállingoznak le Káin fiainak a bűnös táborába, és sajnos visszaút már nincs a Szent Hegyre. Végül már csak 3 ősatya, Matuzsálem, Lámek és Noé maradnak a kincses barlangban, és ekkor jelenik meg álmában Noénak az Úr, és elmondja neki, hogy mi fog történni, tehát hogy özönvizet bocsát a földre, amelyet csak ő és gyermekei fognak túlélni. És részletes utasításokat ad neki a bárka építésére vonatkozóan, meghagyja, hogy hová helyezze el az állatokat, hová a családját, külön a férfiakat és a nőket, hova tegye Ádámnak a holttestét. Először Lámek, Matuzsálem fia hal meg, így Matuzsálem az utolsó, aki a kincses barlangban lesz eltemetve, de halála előtt magához hívja Noét, és a következőket mondja neki.
Te, Noé, ne tágíts a bárkától. Maradj Ádám atyánk holtteste mellett, szolgálj a bárkában Isten színe előtt, tisztaságban és szentségben élted minden napján. Az áldozati kellékeket pedig helyezd el keleten. Parancsold meg elsőszülöttednek, Sémnek, hogy haláladat követően vigye el és helyezze el Ádám atyánk holttestét a föld középpontján, és rendeljen mellé egy férfiút a leszármazottai közül, hogy ott szolgáljon. Vért ne öntsön, tartóztassa meg magát élete minden napján, feleséget ne vegyen magának, és otthona se legyen ott. Állatáldozatot ne mutasson be, csak bort és kenyeret áldozzon Istennek. Ott lesz ugyanis része a megváltásban Ádám atyánknak és minden gyermekének. Isten angyala jár majd előtte, és megmutatja neki a helyet, amely a föld közepe, aki pedig föl kell majd ott az Ádám atyánk előtti szolgálattételre, állatbort öltsön magára, se fejének haját, se körmét ne vágja, egyedül legyen, mint hogy ő lesz a magasságos Isten papja. Nem tudom, emlékeznek arra az utolsó képre, amit mutattam Melkizedekről. És akkor Noé és családja ezután örökre elhagyja a Szenthegyet. És azután a könyvben könyvtárgyalja a bárka építését, aztán az özönvizet, majd a partra érést, Noé lerészekedését, Kán bűnét, Kánál megátkozását. Minket azonban most Noé végrendelete érdekel, aki halál előtt magához hívja Sémet, és a következőket mondja. Figyelj, fiam Sém, mindarra, amit ma mondok néked. Amint meghalok, bemégy a bárkába, és magadhoz veszed Ádám atyánk holttestét, de úgy, hogy senki emberfia észre ne vegyen. Védj magadhoz onnan kenyeret és bort útravalóul, s vidd magaddal Melkizedeket, Malak fiát, mivel hogy minden utódotok közül őt választotta ki Isten, hogy színe előtt szolgáljon Ádám atyánk holtteste fölött. Menj föl, állítsd Melkizedeket a föld közepére, és telepítsd le ottan. Az Úr angyala jár majd előttetek, mutatván az utat, amelyen mennetek kell, és megmutatja majd azt a helyet is, ahol nyugovóra lel Ádám holtteste, azaz a föld közepét. Ott ölelkezett össze egymással a négy égtáj. Ott részesül majd a megváltásban Ádám és minden gyermekei. Figyelj, utódaid előtt többé nem hangzik el ez a parancs. Miután Noé meghal, Sém pontosan úgy cselekszik, ahogyan azt az apja elrendelte, tehát elmegy Malakhoz, kikéri Melkizedeket, de persze nem mondja meg neki, hogy milyen célban, hanem azt mondja, hogy Noé halála előtt az úgy rendelkezett, hogy menjen el és keressen új földet, jó termőföldet az utódaik számára, és ehhez kell neki utitásul Melkizedek. Aztán az éllepe alatt bemegy a bárkába, kihozza Ádámnak a koporsóját, és valóban, ahogy felcielődnek, megjelenik az Úr angyala, és végig mutatja nekik az utat. És amikor megérkeznek a kijelölt helyre, és leteszik Ádám testét, azonnal szétnyílik a négy égtáj, megnyílik a föld, és magába fogadja Ádám testét, majd össze is zárul felette. Sém még egy pár napig ott marad Melkizedek mellett, azután elköszönt tőle, megáldja Melkizedeket, és hazamegy. A könyv ezután, tehát a kincsesbarlang ezután nem ejt több szót Melkizedekről, így azt se tudjuk meg belőle, hogy vajon a Isten ígéretének a beteljesülésekor, Jézus kereszthalálakor jelen volt-e. Hát ha testben nem is, lélekben minden bizonnyal, akkor, amikor beteljesedett a törvény, és a próféták és Ádám küldetése szerint megpillantotta az élő vizek forrását, amely felülről áradt feléje az ő megváltására. Ekkor megsebezte Krisztust a lándzsa, s vér és víz fakadt az oldalából, egymással azonban nem keveredtek össze. A vér által adatott meg az élet Ádámnak, majd az életet és a feltámadást követően adatott meg néki a víz a keresztséghez. A vér és a víz tehát alácsorgott Ádám szájába, aki ezáltal részesült a megváltásban, és magára öltötte a dicsőség palástját. Krisztus önnön vérével írta meg a bebocsátó levelet a paradicsomba, és azt a lator kezébe adta. Ennyi. A következő könyv az úgynevezett Etióp Ádám könyv. Ez egy keresztény apokrif irat, amely arab és óetióp nyelven maradt fent. Németre August Dillmann fordította 1853-ban. Ugye mondtam, apokrif irat, ezt még nem mondtuk, hogy mit jelent az apokrif, tehát apokrifnak nevezzük azokat a bibliai írásokhoz hasonló zsidó és keresztény iratokat, amelyeket nem sorolt be az egyház a bibliai könyvek közé. A könyv hasonlóan írja le Melkizedek történetét, mint az Etióp Ádám könyv, így ezt most nem fogom részletezni, de vannak benne nagyon lényeges különbségek, úgyhogy most csak ezekre szeretném fölhívni a figyelmet.
Az első az, hogy ugye emlékeznek még rá, hogy a kincses barlangnál Melkizedek apját Malaknak nevezték. Itt az Etióp Ádám könyvben nem Malak a neve, hanem Kainán. Na most gondolom az előzmények után már mindenki fejbe is könnyen azonosítja, felfedezi a hangalaki hasonlóságot a Kánaán és Kainán nevek között. Tehát ebből látszik, hogy itt egy más leszármazási vonal fog megjelenni ebben az Etióp Ádám könyvben, mint ahogyan azt a kincses barlangban olvashattuk. Most itt az Etióp Ádám könyvben Sém az csak kísérő. Hát az a kincses barlangban abszolút főszereplő volt, itt meg abszolút mellékszereplő. Három embernek jelenik meg, itt Mihály arkangyal, tehát Isten angyala, Istennek a parancsával és üzenetével, az első az Kainán, a második Melkizedek, és csak a végén Sémnek, és ő neki már csak átadja az utasítást, hogy mint kísérő vegyen részt ebben a küldetésben. A Melkizedeknek a Sémmel szembeni felsőbsége az végig vonul az egész Etióp Ádám könyvön. Ugye a kincses barlangban Sém hozza ki Ádám holttestét. Itt be se tud menni a bárkába, egyszerűen nem tudja kinyitni az ajtót. Melkizedek csak odalép, megérinti az árat, és magától föltárul az ajtó. Tehát ő hozza ki Ádámot, miközben hozza ki az ősatya holttestét, Ádám meg is szólítja őt, és megerősíti az Isten általi kiválasztottságába. Egész úton, amíg a kiválasztott helyre tartanak, kétszer is szól az Úr Melkizedekhez, nem Sémhez. És amikor megérkeznek a végső helyre, akkor az Úr utasítja Melkizedeket, hogy 12 kőből építsen oltárt, és ő maga, tehát az Úr azonosítja ezt a 12 követ a Jézus által majdan elhívott 12 apostollal. És aztán utasítja arra, hogy az elkészült oltára mutassa be az első áldozatot, és azt az áldozatát el is fogadja. És végül, amikor hazaindul Sém, akkor itt nem Sém áldja meg Melkizedeket, hanem fordítva Melkizedek Sémet. És az utolsó forrásunk, ez a Szláv Énok könyv, ezt Énok második könyve, vagy Énok Szláv apokalipszise néven is szokták emlegetni. A Szláv jelzőt valószínűleg onnan kapta, hogy középkori orosz kézírásban maradt ránk, hogyha hihetünk a információknak. Énok a hagyomány szerint az első próféta, a Teremtés könyvében két helyen is szerepel, mint leszármazott. Először, mint Káin fia, de itt még Hánok néven, majd nem sokkal később Ádám és Éva harmadik gyerekének Szétnek az ötödizigleni leszármazottja, Járet fia, Matuzsálem apja, és itt már Énok néven. Nem tudom, emlékeznek-e még az Éva, Havva névpárosra, hát itt is egy kicsit hasonló a helyzet, Énok, Hánok. Ebben az írásban értesülünk Melkizedek csodás születéséről. És mintha ugyanabból a forrásból merítene a szerző, mint Pál apostol, amikor a zsidókhoz írott levelében a következőt írja, apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. A Szláv Énok könyvben a nép papot kíván magának, és ezért az Úr megszólítja álmában Matuzsálemet, és azt mondja neki, hogy ölts papiruhát, és teljesíts főpapi szolgálatot az oltár mellett. És halálad után másodszülött unokádat, nem tudom, hogy máshol szerepele, Noénak öccse, hát itt igen, akit Nírnek neveznek, tehát azt mondja az Úr Matuzsálemnek, hogy halála után másodszülött unokád, Nír, Noé öccse legyen a főpap. És elmondja neki azt is, hogy özönvizet fog bocsátani a földre, amelyet csak Noé és családja fog túlélni. Valóban így is történik, Matuzsálem halála után Nír ölti fel a főpapi ruhát és teljesít szolgálatot. Nírnek nincs gyermeke, mert felesége Szofanima meddő. És akkor csoda történik, ugyanis a már nagyon öreg és már a halálhoz közeledő Szofanima áldott állapotba kerül, miközben a férje már hosszú-hosszú évek óta nem is közelítette meg. Amikor a férj Nír értesül felesége állapotáról, akkor el akarja maga mellől üldözni, mondván, hogy szégyent hozott rá, és akkor az asszony összeesik és meghal. Bebalzsamozzák, felravatolazzák és készülnek a temetésére.
és amikor Noé és Nír belépnek a ravatalozó helységbe, akkor azt látják, hogy a halottból egy gyermek jön elő, aki fejlett, tud beszélni és dicséri az Urat. Tehát amikor magukhoz térnek a döbbenetből, akkor gyorsan papírruhába öltöztetik, adnak neki a felszentelt kenyérből, és elnevezik Melkizedeknek. És akkor Noé azt mondja az öcsének, hogy vigyázz erre a gyermekre, mert hamarosan gonosz emberek fogják elletni a földet, akik meg akarják majd őt ölni. Hát ez a szegény Nír teljesen kétségbe esik, hogy most mi lesz vele, de megjelenik neki megint csak ugye álmába az Úr, és megnyugtatja, mondván, hogy igaz, hogy pusztulás jön a világra, amely csak bátyád Noé és családja él túl, de ne félj, mert a gyermekért még mielőtt ezek az események bekövetkeznek, elküldöm Mikael arkangyalt, aki magához veszi, és örök időkre az Éden kertbe helyezi, oda, ahol Ádám is 7 esztendőt töltött, mielőtt kiüzetett onnan, és ez alatt a 7 év alatt végig nyitva volt a mennyország kapuja. És valóban így is történik, megjelenik, azt hiszem 40 napot tölt Nír házába, csak Melkizedek, amikor megjelenik Mikael arkangyal, és elmondja Nírnek, hogy ez volt az, amit ő neki jelzett az Úr, tehát ő most viszi magával Melkizedeket, és örök időkre a paradicsomba helyezi, és az Úr őt örökös főpappá teszi minden papok között a legmagasabbá, és majd 12 nemzedék és 1070 év múlva egy igaz ember születik, akit az Úr elküld arra a helyre, ahol majd bátyád Noé hajója földet ér, és ott egy másik Melkizedeket fog találni, aki már 7 esztendeje él ott, elrejtőzve az emberek szeme elől, és ezt a Melkizedeket el fogja venni a megváltás helyére, örökös főpappá teszi ennek a most általam az Édenkertbe helyezett Melkizedeknek a rendje szerint, és ő lesz Szálem első királya. Na most, hogyha figyelmesen olvassuk ezt a szöveget, akkor észreveszünk, hogy itt bizony 2 Melkizedekről van szó. Az egyik, akit örök időkre a paradicsomba helyez az Úr, a másik pedig, akiért majd elküldi azt a bizonyos igaz embert, és aki majd Szálem első királya lesz, és akiről a Biblia is megemlékezik. És akkor most már tényleg nem maradt más hátra, mint hogy megkeressük azt a bizonyos közös gyökeret, vagy hogyha úgy tetszik, gerincet adjunk az ezer felé ágazó Melkizedek mítosznak. Már a kincses barlang olvasásánál az ott az embernek az érzése, és ez az érzés a Etióp Ádám könyv olvasásakor csak megerősödött, hogy a paradicsomban való kiüzetéstől egészen Noé haláláig a legfontosabb feladat az a Isten Ádámnak tett ígérete emlékének a fenntartása volt. Az a tudás, amely Ádámtól Noéig apáról fiúra szállt, végezetül Melkizedekben öltött testet. Ezért talán nem meglepő, hogy én így olvasom ki az ő nevét, emlékezzetek. És lehetett ennél fontosabb küldetése Melkizedeknek? Hát lehetett. És pedig az, hogy előképe legyen az egyetemes megváltás foganatosítójának, Jézusnak. Jézus földi és földön túli életének szinte minden állomása tökéletesen előlegeződik a Melkizedek mítoszba. Vegyük őket sorra. Egyikük sem földi apától fogant. Szűztől születtek mind a ketten. Mindkettőjük születése a halakhoz kapcsolódik. Jézus születésével veszi kezdetét a halak világhónapja, Melkizedek pedig halottból lép elő. Ugye most már nem meglepő, hogyha fölhívom a figyelmet a halak és a halál hangalaki azonosságára. Jézus ugye az atyától indul, akinek a képviseleti helyét az egyetemes hagyomány a saját tejútrendszerünk középpontjába helyezi, és mikor az atyától indul, a nyilasavában és a nyilas csillagképen keresztül lép be a mi szűkebb kozmikus környezetünkbe. Aki az atyától jön, az dimenzió töblettel rendelkezik. Tehát a földet érésekor szükségszerűen ifresednie kell. Van Jézus neki kárpárja, földi kárpárja? Hát hogy ne lenne? Először keresztelő János. Ő 2-szer is azonosítja a maga ikerpárját. Először akkor, amikor még mindketten édesanyjuknak a méhében vannak, gondoljunk csak Mária látogatására Erzsébetnél. És aztán másodjára 30 évvel később, amikor Jézus megjelenik a Jordán partján. És amikor keresztelő János kilép Jézus életéből, azonnal ott a másik János,
az apostol és evangélista János, akiben majd Jézus háromdimenziós földi léte fog folytatódni. És Melkizedeknek van ikerpárja? Hát hogy ne lenne? Az a bizonyos másik Melkizedek, akit az Úr örök időkre, örökös főpapként az Édenkertbe helyezett. Melkizedek 12 kőből épít oltárt, és az Úr azonosítja ezt a 12 követ a Jézus által elhívott 12 apostollal. Melkizedek kenyérrel és borral áldoz, Jézus ezen megelőlegezve tulajdonképpen az úrvacsora szentségét. Jézus másokért vállalt szenvedésének előképe a Melkizedek tekelcs következő soraiból olvasható ki, és az ítélet napja lesz a 10. jubileum év vége, amikor a fény gyermekei és a Melkizedek rendjébe tartozók vezekelni fognak az emberiség bűnéért. Most a halál és a feltámadás az mint egy sűrítve jelenik meg a Melkizedek halott anyjában és a halottból támadó, de úgy is mondhatnánk feltámadó életképében. És végül megint csak a Melkizedek tekelcsből idéznék, és ő, mármint Melkizedek fog Isten szintjei felől ítélni, elfoglalja helyét a hatalmasságok tanácsában, és az Istenek körében tart ítéletet, és Melkizedek fogja az isteni ítéletet végrehajtani. Ez pedig tökéletes előképe az apostoli hitvallás következő sorainak: felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Melkizedek tehát kenyérrel és borral áldozott, Jézus ezt a kenyeret és a bort a saját testévé és vérévé lényegítette át. Melkizedek fenntartotta az Isten ígéret emlékét, Jézusban és Jézus által ez az ígéret mindannyiunkban valóságá vált. És mi volt az Isten ígéret, amelyre emlékezni kellett? Most azt gondolom, hogy a szavaknál ezúttal is többet mond a kép, ezúttal Grünewald Izenei oltárának feltámadás részlete. És ezt a képet vigyük haza magunkkal, és ezzel a képpel búcsúzok én is Melkizedektől egy hosszú éveken át tartó közös út végén. Köszönöm a türelmüket!